Voltál már lakásszínházban? Én sokszor voltam előadáson, igen, lakásszínházban. Én nagyon szeretem ezt a műfajt, és te? Én nagyon szeretem a műfajt, de még soha életemben nem voltam lakásszínházban. Se nem játszottam, se nem nézőként sem. De kipróbálnád, nem? Kipróbálnám egyébként, aki volt, az mindenki azt mondja, hogy rendkívül különleges aznak a hangulata, hogy a színész és a közönség ilyen közel van egymáshoz. Akkor ez egy felhívás volt Keringőre, akárcsak felhívás Keringőre címmel rendhagyó Chopin estre várja a közönséget Bogányi Gergely a Zeneakadémián. A koncerten a zongora művész a közönség kívánságait is teljesíti, majd vendégünk Bogányi Gergely, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongora művész. Jó estét kívánunk, szervusz! 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 Mondhatom, hogy duplázod a tétet, ugyanis 2010-ben már eljátszottad Chopin összes szóló zongorára készült művét. Na most azért duplázod a tétet, mert most is ugyanúgy mindent kell tudnod fejből, csak még ráadásul meglepetésszerűen a közönség választ. Hát megszoktam tőled a bátor döntéseket, de azt hiszem, hogy ez tényleg bátorság. A játékosságod vitt ide? Hát igen, ez még rosszabb, mint akkor volt, tehát természetesen én magam vállaltam, és én szerettem volna. Igen, egyfajta kísérletezés, és egyfajta újító inspiráció, ami miatt ezt kitaláltam. Természetesen van hagyománya, és jó az, hogy vannak zongora koncertek, mindenféle hangszerek, vannak saját recitáljai, úgynevezett recitáljai, de azt hiszem, hogy ez egy kicsit megkövült. És igyekszem ebben is egy újítást hát ugye kitalálni. Tulajdonképpen szerintem ezt nem nagyon csinálta még senki az egész Földön. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy új dolog, de nekem is új, és a közönséggel együtt fedezzük föl, hogy igazából mi is ez, de ez vagy is egy hogy alakul ki. És a közönséggel. Hát persze, a közönség még közelebbi direkt, együtt átérése. Hát igen, és direkt módon van bevonva igazából a koncert szerkesztésébe, és egyébként az a tapasztalatom, és ez egyáltalán nem biztos, hogy mindenhol működne ilyen jól, de itthon Budapesten, és egyébként máshol is nagyszerűen működik, mert a közönség, ha nem is, hát nyilván nem kell minden darabot ismerni, de azért van elképzelésük. Bocsánat, igen, nem, folytasd utána. Ja, azt hittem, hogy... Nem, tehát, hogy és nagyon jó kis mini koncertek a nagy koncert keretében alakulnak ki, 15-20 perces koncertek, amik azokból a darabokból tevődnek össze, amiket ők választanak. Most ez a koncert a Zeneakadémia nagy termében lesz. Hogyan kell elképzelni annak, aki adott esetben nem jutott már be rá, vagy nem fog bejutni rá, vagy egyáltalán nekem, hogy ez... Hogy fog ez zajlani? Vajon fölteszem a kezemet, és... Nem, ez egy rendezett módon kell, hogy működjön. Bolla Milán és Bősze Ádám voltak a házigazdák, most Bősze Ádám lesz az utolsó koncerten, és ugye van egy kehely, amiből húznak. Méghozzá ugye ott van 1000 szék, és széket húznak. Valahány sor, tehát egy bizonyos széket, és aki ott ül, az kér. Azért... És van egy lista, ahol meg vannak számozva a művek, és az alapján. Na, nagyon kíváncsi leszek, én biztos, hogy nagyon élvezném az ilyenfajta közös játékot, de azért lesznek fix pontok is ezen a koncerten. Például olyan darabok, amikhez téged nagyon sok személyes emlék is fűz. Az egyik a G-moll ballada, a másik a H-dur nocturne. Mesélj egy kicsit ezekről, hogy mi köt ezekhez a művekhez. Hát volt fix pont, de most már nincs. Az első koncerten játszottam egy művet, ami fix volt, de aztán a második koncertre úgy éreztem, hogy inkább jobb, hogyha az egész koncertet, a műsort, tehát a közönség. Akkor így is változott a dolog. Igen, tehát egy kicsit finomodik. Fejlődése a dolognak. Igen, finomodik is alakul, most a harmadik koncert következik. Tényleg elképesztően izgalmas, mert igazából 20 másodperccel korábban még nem tudom, hogy mit kell játszani. De, és akkor, bocsánat, nem, csak azért, mert ott van az Ádám. És akkor az Ádám, az pedig hát egy élő könyvtár, ő beszél erről, közben kvázi tárlat vezeti majd a megszületendő művet? Az volt az elképzelésem, hogy fenkölt, minőségi és rendezett legyen. Annak ellenére, vagy azzal együtt, hogy egyébként nagyon spontán és nagyon improvizatív az egész este. És áruld el, hogy az van a... olyan mű... De most akkor, várjál, még nem válaszoltam. Hogy...
Tehát, hogy csinálott valamit az Ádám ezen kívül? Igen, az a koncepció, hogy egy picit beszélgetünk is, tehát még pluszba kérdez is engem, hogy éppen mit szólok ahhoz a darabhoz, ami éppen valaki kért. Aha, tehát van egy interakció így. Van, és ha eszembe jut valami, mondjuk a darab, akkor lehet, hogy mondok róla egy-két mondatot, ami éppen akkor bennem van. Tényleg, csak közben nem bírok ettől a gondolatod elszakadni, áruld el, hogy van olyan darab, amitől félsz, hogy terítéken. Csak olyan van? Nem, hát nyilván. Nem fogja elmondani, mert azt fogják választani. Nem, olyan is van. Ez de... nem titkolt célom, csak viccelek. Igen, hát az egész egy nagyon-nagyon izgalmas, és egy, tehát attól függ, honnan nézi az ember. Én nem a fél oldaláról, meg a stressz oldaláról nézem, hanem inkább a kihívás és az újszerű, az improvizatív oldaláról, és onnan nézve nagyon-nagyon élvezetes. Egyébként persze, mondjuk egy-két darabot kivéve semmit nem azt kértek, amit egyébként amire számítottam, vagy amit főleg gyakoroltam. És egyébként volt olyan meglepetés, mert ugye nyilván vannak olyan közönségkedvencek, most mondok egy példát, mint a Cismol keringő, hát ez nem tudom, tényleg mondjuk kötelező elem lenne, hogyha az ember Chopinben gondolkodik, ilyen darab, de igen. Hogy ért olyan típusú meglepetés, hogy nagyon ilyen szempontból is mást kértek, hát ami nem egy ilyen közösségkedvenc darab. Abszolút. Persze volt az egy-két darab, amire lehetett számítani, de a többi az teljesen váratlan volt. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és kíváncsian hát egy kalappal. Köszönjük szépen.